Sziasztok, Kovács Erika vagyok, szeretnék nektek bemutatni krómporral ombre átmenet készítési technikákat. Felkeltem a GO44-es Bresen GO zselét alapszínnek, ezt ugye visszamattítom, mert króm díszítést fogok készíteni. Tehát itt fontos, hogy nehogy hagyjunk fényes részt, mert akkor ott beletapad, ugye a króm a fényesbe tapad, fényes felületre visszük fel. Tehát alaposan mattítom. És ezután fogom használni a Bresen GO 02-es zselét. Ehhez nullás ecsetet. És nullás ecsettel most felviszem az egész díszítést. Ugye itt akár kialakíthatnánk francia szabadszéli részt, vagy bármilyen díszítést. Én most itt be fogom kenni ívesen itt a körömágyi részt. Utána körülbelül így megfelezem a körmöt. És ezt a részt így ívesen összekötöm. Tehát ezek még ugye egy ilyen nagyjából is segédvonalak, amit ugye be fogok színezni feketére. Ki fogom tölteni ugye vele ezt a részt, ugye ez így segít nekem abban, hogy így nagyjából ne menjek ki a vonalból. Ugye, ha véletlen kimentem, akkor sincsen semmi gond, mert ugye újra meghúzom ezt az íves részt. Tehát ilyenkor még ez egy vázlat, ugye a végén fogom pontosítani. Ezután ugye ebbe a fennmaradt nude részbe különféle inda mintákat fogok készíteni. Vékonyabb, vastagabb vonalakkal. Tehát itt teljesen váltogatva viszem fel. Tehát ilyen mindenféle mindákat, kacsokat, egy non-figuratív díszítést készítek. Itt a székorom szélénél is. És ugye ezt felfestettem, akkor ellenőrzöm le itt a díszítésemet, hogy mennyire mehetek ki ide a körömágy felé.
Jó, még ide fogok helyezni egy kis vonalat. Jó, és most mehet be a lámpába. Erre a díszítésre a Scarabeus és a Velvet Blue kromport fogom használni. Az egyik az egy zöldes aranyló, a másik pedig egy ilyen kékes, lilás árnyalat. A smink applikátor segítségével fogom felvinni. Elkezdem így beleütögetni. Ide föntre csak ezt a Scarabeus színt. Hát ez is egy sláger szín lesz, úgy mint a Green Wally. Körömágyhoz is jól betolom, hogy ott a fekete részeket eltüntessem. Utána átfordítom az applikátoromat, és bele fogok nyúlni a másik színben. És foltokba viszem fel. Több pontra. És ezután megint átfordítom, és visszatérek a Scarabeusra. És a fennmaradó fekete részt már ezzel fogom kialakítani. És ugye, ha így elkészült, akkor pedig egy tiszta applikátorral elkezdem beledörzsölni. És már fényesedik is ki. Ugye ilyenkor ezzel a vendégnek a körömágyát is összekenem ezzel a csillámló anyaggal, de ez utána ugye, akkor már elkészült teljesen a köröm, beborítottam, utána egy kézmosással kiküszöbölhető. Jó, megnézem, hogy átforgatom az ujját, hogy mindenhol eltűnt a fekete.